Szép jó estét kívánok minden kedves nézőnek! Itt is vagyunk az EULCS 5. hetének záró mérkőzésén, amely már minden szempontból hát az utolsót jelenti az 5. héten. Ugye nem más csap össze most, mint a Giants és a Fnatic, és talán meglepőnek lehet nevezni azt az eredményt, amit az első mérkőzés hozott, azaz a Giants győzelmét. Én pont ezt mondanám, hogy nem biztos, hogy ez annyira meglepő. Az elmúlt hetekben a Giants rettentő jól teljesít. Erős csapatok ellen, nagyon jól játsz meg. Jó formán most ez bármennyire is, nem tudom, csúnyán hangzik, vagy lehet, de hogy az unikornisok elleni 2-0-es győzelem óta a Giants magára talált. És azóta jó formán minden egyes, még az elvesztett mérkőzésen is abszolút meccsben van. És talán egy-két hibázás az, ami inkább az ilyenkor az ellenfél oldalára billenti a mérleget, de simán meg tudja állni a Giants a helyét a legnagyobb csapatokkal szemben is. Lásd a Fnatic, lásd az H2K, simán. Úgyhogy én kifejezetten örülök annak, hogy nem az a csapat, akit talán az első két hét után azt mondtunk, hogy hát azért nagyjából egybe van az európai mezőny, de talán a Giants egy picit le van maradva. Nem, most már ő is abszolút jön föl, mind abszolút, a tabellán, de hát eleve a középső mezőnyt azt mindenképpen meg lehetett adni nekik, mert hát jóval eredményesebbek most, mint az előző évad során. Rájuk fért ez a vérfrissítés, és jól jöttek ki belőle. Ez tuti hót ziher. Viszont Viszont ugye a Fnatic az, aki talán egy picikét hát keresi önmagát az utóbbi egy hétben. Meglátjuk, hogy sikerül-e megtalálnia azt, amit elveszítettek, hiszen itt is van a második mérkőzés tiltási és választási fázisa. Piros oldalon természetesen ott van a kis vérzsák Vladimir. Míg Braum és Irelia az első két kitildott hős, Yellowstar rettentően koncentrál. Nem az a mosoly, nem azt a mosolyt látom az ő arcán, amit egyébként meccsek előtt szoktam, hanem szigorú koncentráció. Gemsu sem boldog, tehát úgy gondolom, hogy az előző mérkőzésen nem biztos, hogy úgy jöttek ki neki ilyen lépések, ahogy szerették volna. És végül egyébként a Giants a második tiltását is megteszi, ami Azir, ezt jóformán kötelező elvenni Febiventől, mert egyébként kettejük összecsapáson, az első összecsapáson, ahol a Fnatic nyert 2-0-ra, ott Febiven a második meccsen Azirral teljes mértékben megőrült, még egy Vladimirt is teljesen meg tudott verni, mind az ösvényen, mind a játékban, és nagyon-nagyon erősen egyébként azon a mérkőzésen, a második Fnatic Giants mérkőzésen az első összecsapásból a felső ösvényre és az északi dzsungelre helyezte a hangsúlyt a Fnatic. Jóformán ott történt minden gyilkosság, ott történtek a toronyelhozatalok, most pedig Olafot hozzák el konkrétan, ami mind Gemsuhoz, mind Spirithez kerülhet, tehát ez az Olaf egy olyan választás, amiben nem biztosíthatja be magát a Giants, hogy jól van, oké, Olaf, akkor nézzünk egy Olafot, kivel kell szembe játszania, mert ez még kérdéses a Fnaticnél. Braum, Irelia, Karma, illetve Vladimir, Azir és Nidalee. Ez a végleges három tiltás a Fnatic és a Giants oldalára. Nidalee tiltás végül is egy jó döntés lehet, hiszen a dzsungelben még mindig nagyon veszélyessé tud válni ez a hős. Akkor is, hogyha még büntetni is lehet őt a játék későbbi szakaszában. A Giants-en van jelen pillanatban a választás sora. Ugye, ahogy te is elmondtad, nem nagyon lehet reagálni az Olaf választásra, akkor hozzunk el egy jó alsóösvényes duót, ilyet is láttunk már számtalanszor. Nami elhozatala nagyon jó ötlet, illetve Jean Sonstar kezébe szintén jól tud szuperálni. Illetve megvan az az eshetőség, vagy az az esély, hogy ha talál a buborékbörtön, arra fel tud készülni majd Sonstar a kivirágzásra. Tehát vagy egy villanástól fogja megfosztani azt a játékost, aki nem akar még beleállni a második CC-be is, ami ugye helyhez kötés, akkor vagy elvillan, vagy vállalja azt a kockázatot, hogy a buborékbörtön alatt kapott sebzés, plusz utána még a helyhez kötés alatt kapott sebzés Jean-től bizonyosan fájni fog.
De hát jó kis bombó kombót lehet összerakni ezzel az alsó ösvény párosítással, míg a Fnatic oldaláról így már eléggé valószínű az, hogy Spirit kezébe érkezik majd Olaf, és Gamsu fog játszani azzal a pici Gnárral, aki, amint dühös lesz és ideges, át fog változni egy hatalmas szörnyé, aki mindenképpen tekintélyt parancsol, Reckless pedig Sivirrel fog lövészkedni, vagy legalábbis dobálgatni kis csakramjait, ami visszapattan, illetve emberek között is pattog, és ha elhoznák Taliát, én annak kifejezetten örülnék. Ennyi hét után igazából már nagyon sokan látnák szívesen az LCS keretein belül is ezt a hős, akik még mindig irgalmatlanul büntethető, ám rengeteg potenciált tartogat magában. Csapatküzdelmekről nem is beszélve. A kérdés, hogy mennyire egészséges egy Gnár esetében plusz egy falat behozni, úgyhogy ellened van a Gnár, feltehetőleg annyira amúgy nem. Viszont Reckless-nél ott van az a Sivir, amivel a bónusz mozgási sebesség ITV, ráadásul varázspajzs is jelen lesz a Fnatic oldaláról. Érkezik Swain, Smitty J, az előbb nagyon állat volt ezzel a hőssel. Viszont a Fnatic-en van most a végső választásról. Kérdés, hogy a főső ösvényre tudnak-e megfelelően reagálni, és itt nem a választást értem, ami ugye a Gnár már megvan, hanem gyakorlatilag a támogató játékos és középső ösvényes játékos lesz eléggé csapatkompatibilis ahhoz, hogy mondjuk egy Smitty J, ha meg is vadul azzal a Swain-nel, akkor kellően lehessen biztosítani az ő távoltartását, vagy esetleg negligálását. És forognak az agykerekek, én hallom. Idáig, én is. Konkrétan Berlinből hallom, hogy pörögnek, forognak az agykerekek, hogy mit hozzunk el, mi az Istennel próbálkozzunk meg most a Giants ellen. És az a Rise, az egy mindenképpen jó dolog lehet. Robbantó sebzés mindenképpen ott lesz Febivennél, illetve Yellowstar megkap egy bárdot, amiben szintén rettentő sok lehetőség van. Mind a kábításaival, mind pedig a sors kezével teljesen át tudja formálni a kikezdődő csapatküzdelmet, esetleg meg tudja védeni csapattársait, vagy kikapcsol egy tornyot. Nagyon sok olyan szituáció és helyzet van, amire bárd tökéletes választás lehet. Neki is van így azért mindenképpen egy kis gyógyítása, köszönhetően mind a teák, kávék és hasonló frissítők kiosztásával. Így nem lesz olyan szintű hátrányban majd Reckless Sunstarral szemben, hogyha nem lesz ösvényváltás, vagy esetleg mindkettő csapat reagálna erre a forgásra, mert azért Sunstar távolról kellően fogja tudni büntetni azt a Sivirt, akinek bármennyire is van varázspajzsa, még egy képességet azért le lehet védeni, viszont hogyha folyamatosan egymás után jönnek majd a kivirágzás plusz a 4 felvonás, azt mindenképpen kell majd pár gyógyításával is kicsit megtámogatni. Az utolsó hős, amit kiválaszt a Giants középső ösvényre, nem más, mint Knight, és ő lehet, hogy meghozza azt a lépést, amit az előző mérkőzésen Febiven Cassiopeiaja nem tett meg, hogy egy megtisztulással érkezik. Bármennyire is ugye a Runa börtön van ott, ami csak helyhez köt és kvázi Rise-nál, ne feledjük, hogy ott van mind Várnak a kábítása, mind pedig Gamsu-nak a Megagnár formában történő egymás után folyamatos CC hullámmal érkező falhoz csapás, földre csapás, mindenhova csap, és közben kábítva vagy. Az igazság, hogy jelen pillanatban egyik csapatot sem szabad lenézni. Hiába jön vert kutyaként a Fnatic egy ilyen mérkőzésbe, azért eléggé rutinrókákról van szó, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez akkora előnyt jelentene a Giants részéről, ami végül a győzelmet eredményezni. Tiszta lappal képes lehet a Fnatic megindulni, ám ettől függetlenül ott a nyomáshoz. Szükségük van arra, hogy feltétlenül megszerezzenek legalább egy pontot. Songokukról pont lemaradtál, de mármint, hogy lemaradtak pedig a nézők én is. Én akartam gyorsan váltani, de végül nem sikerült, 2 Songoku is van. Igen, az Animecon helyett véletlenül beültek egy LCS mérkőzésre, mert amúgy egy Animecon is zajlik. Vagy direkt, és közben pedig nem tudom. Akkor lehet, hogy azért van ennyire jó közönség most ezen a hét végén, hogyha még van egy Animecon is, hogy Berlinben. Azt nem tudom, hogy Berlinben van. Én viszont azt láttam Twitteren, hogy számtalan
számomra teljesen ismeretlen egyszerűen jelezte jelenlétét. És ott vannak! Jól van, megvan. És figyeld, ők nyomják is, ők a ők vezérszurkolók. Meg a hangemberek. Hangemberek, notafák. És gyorsít, Spirit gyorsít konkrétan. Megszort szeretnék elkapni. Nem, két balta már megvan, meg még együtt is. Nagyon szép volt Spirit, megérte! A gyorsítás? Hát... Végül is viszonylagosan gyorsan újra töltődik majd, viszont ígyrek lesznek van lehetőség egy mélységi őrszemet elhelyezni, ugyanezt meg fogja tenni egyébként Sunstar, Gemzu pedig megmutatja, hogy itt a bumerángom, kapd el! Kedves Smithy J, de nem kapta el végül, hanem inkább haza teleportált. És a felső ösvény fele marad egyébként Reckless, és Jelusztár is arrafele császkál, tehát szeretnének talán a fnetikesek egy ösvényváltást kezdeményezni. Sunstar mozgásából ítélve pedig a Giants is fog reagálni erre, főleg, hogy Smithy J az alsó ösvény felé veszi az irányt. Kérdés, hogy Gemsu marad-e fönt mindenképpen? Mindenki tudja mindenkiről, hogy ösvénycsere van. Így végül... Mivel Sunstar és Hustin nem megy haza, végül a lövész támogatójátékos párosok egy ösvényen találkoznak egymással. Pinguin érkezett az idézők szurdokába. Hustin és Sunstar pedig a krúgokat nem hozta el. Csak a felét. Csak a felét, pontosan. És megkezdi Sunstar a Yellowstar a piszkálódás. Az utolsó lövedék nyilván nagyot csíp. Spirit jó viking módjára belekontárkodik majd az ellenfél dzsungeléből, viszont megjön a Max Lore is, ebből baj lehet Spiritnek, én úgy gondolom, mert nagyon kevés életereje van Max Lorehoz képest, nincsen neki gyorsítása, úgyhogy lehet, hogy ez túl viking mozdulat volt az előzőekben. Vagy egy sújtásra vár, lopni szeretne, van sújtás egyébként mindkét hősnek, nem megvárta még kicsit lesebzni. Meg, viszont Max Lore lesújtotta a vörös szerelát, ebből gyilkosság lesz, én mondtam, én szóltam, első gyilkosság, Max Lore, jaj, Yellow Star, na ő mit tud hozzátenni a küzdelemhez? Semmit! Még egy gyilkosság lehet, Yellowstar-nak nagyon kell menekülni, villan a kivirágzás elől. Ott a pingvin, de mit tud csinálni egy pingvin? Jelen pillanatban inkább ping lose lesz ebből. Nagyon szép a kábítás Yellowstar-tól. És ennek köszönhetően azért elmenekül. Pingvin volt ez. Pingvin volt ez. Mindenképpen pingvin volt. Nem halt meg Yellowstar, csak Spirit. Aki túlságosan agresszív volt, én úgy gondolom, nagyon kevés életeleje volt, és úgy próbált... De Febiven is, mi van vele? Febiven, hellóka, nyalóka, megjött az a Rexai, Mekflor, 2-0-0-ba, és most Spiritet tovább zaklathatja, mert Spirit megy a saját vörös szeder hátjára, de vörös szeder hát vagy has, nekünk most tök mindegy, mert Mekflor megy vissza, a sutyerákra farmolgat, övé a dominancia. Sőt, így egyébként Knight is el tud húzni egy picit majd farmok tekintetében, bár Febiven visszatért az ösvényére egy jó teleporttal, ugye kettős teleporttal rendelkezik majd a Fnatic, mint Gemsu, mint pedig Febiven ezzel az idéző képességgel érkezett, majd Smithy J, illetve Max Lore tud viszonylag nagy távolságot ledolgozni könnyedén, Max Lore a végső képességével, Smithy J pedig a teleportjával nézd meg, azaz Swain folyamatosan zaklatja a pici Gnárt, és nem csak Swain, hanem az ő hollója is képes erre a zaklatásra. A felső ösvényen közben a lövészek párbajoznak egymással, és nagyon szépen Reckless az, aki több farmot tud összeszedni, ezt egyébként várhattuk mind a Sivirtől, a másik egyébként ők érkeztek ki sokkal hamarabb az ösvényre, tehát már alapvetően volt egy kis előle. Max Lore egyébként leparkol, de látta Gemsu köszönhetően annak, hogy nem csak, hogy kihelyezett egy őrszemet most, hanem már volt ott a hármas nádas aljában egy, közben jó a varázs pajzs Reckless-től, így egy minimális manát vissza is tud tölteni magának, közben nem talál a buborék börtön. Ezt az ösvényt egy picit nyeri azért a Fnatic 10-11 milliónnal. Reckless mindenképpen vezetni tud, Sunstar ez egy kis a saját magát zónázta ki azzal, hogy odaállt a falhoz, főleg így a kábítással. Most közben égi informátoraim tájékoztatnak arról, hogy az adás után feltehetőleg Matyi stream érkezik majd.
valamint megszóris újra itt van. Yellow Star megissza a karamella csomagot, de ez ide kevés lehet. Jó rá, a lekötés jó rá, a felütés buborékbörtön, Sunstar! Adjon csapja! Yellow Star! Csillag hullás és csillag születés egyben. Én úgy gondolom, hogy mondhatnám azt, hogy ez úgy kezdődik, mint az előző meccs, csak ott nem láttuk a 16, első 16 percet, viszont 0-3-nál csatlakoztunk bele, miközben Spirit. Hogy vagy? Gyors. Sehogy. Meg gyorsan, így van. Spirit még futkározik, kihasználja, megmutatja. Én ilyen gyorsan is tudok menni. Látjátok, srácok, én nagyon gyors vagyok. Ennyi kész. Hopp. Viszont a buborék börtönét megállítja, a runa börtön pedig megszort, és fogy az életreje, talán a kisbalta. De nem egy indián ez a Spirit, hanem egy viking, úgyhogy nincsen végül Tomahawk gyilkosság. Nincs bizony, és egy dumbbell, tehát a sokkal nehezebb eldobni, mint egy Tomahawkot. Hogyha már így a vikingekről van szó, Gemsonnak kell használni az ugrását, hogy a soha már ne kösse földhöz. És jön a visszajátszás, Nexlorra érkezik a sújtásos lassítás, majd utána ki lehet zónázni jóformán azt a bárdot, mert egymásra jöttek a felütések és buborék börtönök, Rekasz is rettentő kevés élettel érte túl ezt a küzdelmet, örülhet, hogy megúszta. Febiben pedig... Úristen, megeszi minden sebzés, és a káoszvihar még benne van egy, de a következő már nem lesz ott, ugye kikerült a hatósugárból Viktor, így már jóval lassabban mozgott a káoszvihar, inkább már csak egy kis káosz szellőcske lett belőle. Viszont Smithy J-re érkeznek, itt érkeznek, Gemsu az, aki nagy bajban van. Smithy J-t még a torony sem akarja hát ezt lőni. Ezt még a torony se sebezte, tehát nem volt rossz, legalább lekábította ott a torony alatt a földhöz csapással, de hát a torony azt mondta, hogy hát Gemsu, hogyha téged ilyen csúnyán megbüntetnek, akkor nem segítek neked. Nem, egyébként ugye nem sebezte pont a kábítás alatt Smithy J azt a picignárt. És azzal, hogy így már 0-4-ben vezet, a Giants könnyedén elhozhatja itt az alsó ösvényen tornyot, erre reagál majd valamilyen szinten Reckless és Yellow Star párosa a felső ösvényen, így kettő torony fog dőlni, nem sokára majd a Fnatic is megszerzi első tornyát, és bármennyire is 30-al vezet Reckless farmolásban, mind Knight, mind Smithy J behozza ezt, vagy legalábbis ledolgozza ezt a farm hátrányát Sunstarnak, mert mind Swain, mind pedig Viktor vezetni tud saját ösvény ellenfelével szemben, és kapják közben a kékeket a játékosok, Reckless pedig elhozza ezt a tornyot, amiről beszéltünk. Knight az, aki rendelkezik most azzal a kékkel, és egyébként egy picit hamarabb kapja meg már, mint az előző kis 1v1-es szituációban, akkor lehet, hogy lett volna ám annyi sebzése, hogy az befejezze Febiben, tehát a plusz varázssebzés, amit még azért a kék erősítés ad azon kívül, hogy manát tölt vissza, meg még csökkenti a töltési idejét is a varázslatainknak, az lehet, hogy pont elég lett volna, elég kevés élettel élt túl Febiben. Hát Maxlor most ez a préda nem talált lesőre, vagy nem leste rá legalábbis azt a prédát, nem látta pont a mindent őrszemet, de vissza fog nézni, csak vissza nézni. Ne, Maxlor! Elúszik Maxlor! Nem, lehet, hogy mégis vissza... A kutya mindenét, az ott marad, Yellowstar kénytelen használni a csúszdát. Amit ki szeretnék emelni a mostani mérkőzés folyamán, hogy ez végül is még kiszámítható akció, vagy eredménye is lehet a mostani mérkőzés első szakaszának, hiszen az a Ryze az egyes egyedül alul marad Knight Burstjével szemben, ha csak nem jó ritmusban tudja megtalálni Ryze Viktort. Kell idő a Ryze beinduláshoz, a torony blokkolva van, Smithy J viszont nincsen még egyelőre, a kábítás kimegy rá, elvillan Smithy J, ott a fárasztás, és nem hal meg Yellow Star, hiába csúszdázik vele együtt a torony lövés, megszerzi első gyilkosságát a Fnatic, míg a főső ösvényen áronba dőlt a torony. Hát elég kockázatos volt, viszont az is biztos, hogy három ember kell körülbelül eszvénynek a likvidálására, mert kettő nem nagyon lett volna elég, maradjunk annyiba. Nagyon szép volt a sorskezének kihasználása, azzal, hogy megállította a torony sebzését, tehát kikapcsolta ezt a tornyot. Spirit pedig segít elhozni ezt az alsó ösvényes külső tornyot, így viszont nagy valószínűség szerint elveszti a kék erősítését, mert nem fog ideérni, nincsen gyorsítása, Maxlornak van sújtása, hogyha még kéne. Piros.
Jézusom, miért mondtam? De Jézusom, úristen, buci, mit történt vele? Gondold át az életed. Lényeg annyi, hogy piros. Lehet, hogy azért, mert ránéztem ugye Max Lora, mármint a karakterére, ami inkább ilyen kékes, lilás beütéssel volt, és talán az, vagy legalább a kék... Buci, 50% esélyed volt eltalálni, most piros vagy kék van ott lent, tehát most ennyi, nem jött be. Nem, viccet félretéve. Nézzük meg, hogy hogy alakul a Fnatic válasza erre a hihetetlen domináns Giants kezdése. A farm előnyöket szépen lassan ledolgozza a Fnatic oldaláról a Giants. Értem itt azt, hogy Sunstarral szemben már nem vezet 30 farmal, ugye Rekresz. Viszont nem áll annyira jól a szénája Febivennek, illetve Gamsunak, Smitty J-el és Knight-tal szemben. Így hangsúlyt kell helyezni a farmolásra. Yellowstar jön, Febiven is, nem, Gamsu nem ugrik bele a buborék börtönbe, Hustling csatta minden, így megvan a második gyilkossága a Fnaticnek, amit zseniálisan odaadnak Rekresznek. Ez például egy jó válasz volt. Igen, csak közben kettő darab teleportot is igényelt ez, tehát elhasználták ezen idéző képességeiket, mind Gamsu, mind Febiven, tehát nagyon sok mindent áldoztak azért, hogy egyébként én úgy gondolom, hogy két gyilkosságot szerettek volna elhozni ebből. Az akcióból viszont Hustling nagyon szépen tartotta a hátát, innentől kezdve el tudott menekülni csapattársa. Rekless az, aki nem csak hogy magabiztosan farmol, még jó a torony döntésekben is, közben Smitty J és Maxlor, hogyha már elhozzák a kettes szintű tornyukat, gondolják ők, illetve azért Sunstar és Hustling megvédeni megpróbálja. A szurdok hirdökének néznek ki. Ha a Smitty J ezt megkapja, akkor egyrészt nagyon-nagyon veszélyes lehet. Knight egyébként viccen kívül Knight későn vette észre, hogy jön az a bár végső képesség. Már bőven alatta volt a jelzés, ami után megmozdult egyáltalán, így viszont muszáj volt a villanását kihasználnia. Maxlor fogja megkapni, azért az se rossz, hogyha ő a dzsungelben összetalálkozva valakivel, például Spirittel fel tudja venni 1v1-ben majd a harcot. Tehát igazából még egy dologra akartam kitérni, hogy ki lesz az, akit Febiven pillanatok alatt ki fog tudni kapni. Ha Knight hátul marad, vagy legalábbis azért Knight valamilyen szintű varázs ellenállással talán rendelkezni fog, ha más nem, azért a pajzs mindenképpen jót tesz majd neki, illetve a kifárasztást már is ki tudja használni az érkező Febiven burstre. Tehát mint idéző képessége, van valami védelme. Smitty J-re nem feltétlenül fog tudni olyan iszonyatosat sebezni, mert ő a hollók seregével jó sokáig életben tud majd maradni, illetve a korok pálcája is biztosít neki majd némi nemű ellenállást, pontosabban életerőt és ellenállást. Maxlor szintén nem jó tank, úgyhogy egyedül Sunstarra tud majd igazán érkezni az a Febiven, tehát nem rossz a választás. Tény az is, hogy azért a Fnaticnek valahol könnyebb helyzete van, hogyha az ellenállások számában nézzük. Egyedül ugye Sunstar fog igazán sok fizikai sebzést okozni a Giants részéről, míg inkább ezért majd a szellem Maxlor kezdeménye, ez egyelőre Yellowstar-ra megy ki minden a Balatonban, míg csobban egyet, így Yellowstar a falat lefejeli, de jó a gyógyítás, Jézusom, és Maxlor majdnem meg lehet ölni, gyönyörű szép kifárasztás még Febivenre, ezáltal ő életben marad. Gamsu és Spirit megtalálta Smitty J-t, hárman párban Smitty J a házban, és nem, de végül sikerül azért megölni, Rekresz levéd egy felvonás, de ahogy te is mondtad, abból négy van. Viktor az, aki végül elhozza ezt a gyilkosságot. Egy-egyet cserél a két csapat, viszont a Fnatic nem áll olyan pozícióban, hogy egy tornyot meg tudjon védeni ezen offenzíva után, így a cserét a Giants nyeri. Sőt, egyébként még bármennyire is ráugrottak ketten Smitty J-re és elvillantatták, Gamsu is villant, sőt még az ártok nyelőjének is ki kellett jönnie abból a származó bónusz pajzsból. Spirit pedig azt az érdekes választást hozza, hogy még be se fejezi a parázs behemót kiegészítést a lassító sújtásán, már is megvásárolta az igaz dicsőséget, tehát ő rohangálni azt mindenképpen fog tudni, nem csak a gyorsításának köszönhetően, hanem bizony ennek tárgyak az elhasználását követően is. Itt van Maxlornak a kezdeményezése, egyébként nagyon szép az, hogy elhasználja a vadászaton Rekless, így rá nem talál a Balaton. Közben még jó volt a gyógyítás, így meg lehetett menteni Yellowstar életét azzal a kis minimális
résszel, ahol át tud csúszni. Reckless az első nem talál, a második igen, a harmadikat ki tudja védeni, az még szép, viszont hát itt van Knight. És azt mondja, hogy neked befellegzett. Azt azért hozzá szeretném tenni, hogy amikor a varázspajzs látszódott, akkor megpróbálta egy prédalesővel azt semlegesíteni. De hát végül az nem jött össze, és a lövést védte le millisekundumokon múlott. Ugye azt mondja le a varázspajzs, nem baj, így legalább Viktor kapott egy gyilkosságot. Valljuk be őszintén, rajta sem mutat az olyan rosszul. Főleg úgy, hogy így már egy feleslegesen nagy pálcára is szert tudott tenni. Az előbb említett hős, Reckless-ék próbálkoznak mindenféle őrszem kitakarításával. Max Lore elmenekül, Yellowstar. Reckless szintén pingvinezik egyet, és belemegy a karmaiba annak a Viktornak, jön a Balaton is, ebből baj lesz, kivédi meg Yellowstart, senki, mert ott van Viktor, megint ő az, aki learatja a halálnév felvonásából az egyiket. Hát legalábbis a babírokat ő aratja mindenképpen le. De nem baj, etetni kell azt a Viktort, a Sonstárnak már van két gyilkossága, meg két támogatása, hozzuk már fel egy kicsit Knightot is erre a szintre, és közben megint csak a középső ösvényre érkeznek, ahol van még Minion, nagyon szép egyébként. Hoppá, Fedivel, szervusz! Miről beszéltünk? Az elején talál a tömegirányító képesség láncolat, és nagyon jól alkalmazzák. Ennyi, kész. Buborék, börtön, kivirágzás, felütés, és Viktor. Még Viktor. És egyébként ott se volt Smithy J, tehát hogy aki még azért mindenképpen tudna egy picit helyhez kötni, picit lassítani, tehát azért jó választás, én úgy gondolom ez a csapat összeállítás a Giantsnél. Megvan már lassacskán az 5000 aranyos előny, 2 darab torony előnyük van, és 3-7 a gyilkosságok állása számukra. Az első sárkány a játék eleje óta, tehát ez más már a 18. percben járunk, tehát 17 perce már érkezni akart ide, és már várja azt, hogy éppen őt megöljék, vagy levadásszák, most lépett egyébként szintet. Ez egy felhő sárkány, de igazából senkit nem érdekel ez. Ameddig egyébként a tornyokat ilyen szépen tudják hozni a Giants-esek, jóformán nem is nagyon kell nekik erre kimozdulniuk. A mobilitás nagyjából megvan Max Lore-nál, főleg úgy, hogy azért ő rendelkezik még a szurdok hírnökével. Ugye inkább ez a sárkány elhozatal, ez inkább ilyen lét szükség lenne, tehát a játék korai szakaszában nem lenne annyira hangsúlyos és erős csak később, hiszen az ősi sárkány erősítés majd csak a 35. percbe jön, ami igazán már létnek számít. Viszont a Spirit részéről megvásárolt, ugye igaz dicsőség, azt mindig el kell említeni, ez egy kétélű fegyver, úgy mint az ő csapása. Megszor kezdeményez Haslinnal, Gemsu olyat villan, hogy semmiet, viszont ezt megtette, kitette meg. Egyelőre senki, Gemsu minden esetre csak jól elzónázta az időt. Megszor az első villanás, Haslin a második, mondtam, hogy lesz itt villanás. Megszor nagyon szépen benne van a buliba és meg is hal. Gemsu vajon meg tud-e menekülni 806-os kritikus sebzéssel? Nem, úgyhogy kettős gyilkosság van most már Jinen, a lekötés jól Yellowstartól. Ez így menekülnek meg, tehát hogyha az a lekötés nem talál, amiből egyébként most villan Yellowstar mind a soha már mint a kivirágzás képesség elől, megint csak négyen itt vannak egy kettes szintű toronyhoz, hárman nem vonulhatnak vissza, bármennyire is a sebzés hordozók ott vannak, Febiben és Reckless. Távol tudja tartani a Giants ezeket a sebzéshordozókat. Maxlor feláldozta magát, de nagyon jól tette, ugyanis az ő tankolásának ideje alatt Sonstar egyet simán fejbe lőtt, másikat pedig majd ugye a négy felvonásnak köszönhetően tette meg. Gemsu még gyönyörű szépen táncol. Abszolút. A buborék börtön elől kicsi gnár formában. Majd utána jön Yellowstar, és még pont elvillan Hastinak kábítás elől, innentől kezdve Max Lore az, aki benn ragad, és nézd meg, megvárja, egy gyilkosság ott van már. Egyébként ugye Sonstaron, illetve így a második is, és itt a kulcsfontosságú kábítás, ezért nem lehetett folytatni a csatát a Giantsnek, de hogy folytatni nem lehetett, az nem baj, ugyanis elhoztak még egy tornyot, szeretnék ellapni, sikerült. Yellowstaron landol a kék erősítés, így abszolút, de ezen szín árnyalatát veszi most már föl ez a hős. Viszont, ami fontos, Gemsu egy ilyen hibridebb tárgyválasztást hoz össze, ami nem azért hibrid, mert mondjuk sokfelé összpontosítana, hiszen a mágikus ellenállás az, ami leginkább fókuszál.
Viszont azért bőven hibrid és vegyes bolt, tehát nagyon piacszaga van a dolognak, mert nem fejez be semmit, inkább egy szellemarc felé elmozog, de azért ott van Malmocius bendője, meg az átoknyelő. Meglátjuk, hogy mit sikerül majd kialakítania ebből. Spirit hamarosan, Bami Parazsával ugye föl van már ennek szerelkezve, tehát hamarosan képes lesz befejezni dzsungeles tárgyát. Tudom, hogy ugye még a hóhér haragja az, ami ott van nála, tehát... Ó, és a hóhér nagyon mérges tud biztos. Lenni. Hát meg vég kivéreztet konkrétan, tehát ugye ez a tárgy, ez mindenképpen jó lehet. Közben befejezi a 22. perc leges legelején Febiben a Seraph ölelését. Ez mindenképpen egy jó időpont Rise-nak, és most visszavonulva fogja elhozni nagy valószínűség szerint majd a Giants az első játék első sárkányát, ami felhő sárkány lesz. Csak az alsó ösvényen van már kettes szintű torony, de Smitty J az alsó ösvényt kellően megtolja előre, viszi a minionokat, miközben Gemsunak most fog majd lejárni a Mega Gnária, így vonul is vissza pontosan. Nem feltétlenül kell neki ez, és így Maxlorpe és Smitty J kettőse érkezhetnek és vihetik a minionokat a torony alá. Gemsunak kell védekeznie, aki elhozta a pirosat. Teleport érkezik, ezt Maxlor látta. Az alagút így megy a runa... Börtön Febiben. Febiben! Ő Smitty J-t akarja! Neki tök mindegy, mi van? Smitty J-t akarom. Viszont Smitty J-nek is van sebzése, és hihetetlenül jó megint ez a galamb. Mert most galamb, mert végül le lett lőve. De amúgy a hollók seregével föltartottak elő ideig a Fnatic játékosait. Hol a teleport? Nincsen port. Nincsen por. Így a baronnasort el fogja hozni a Giants. Óriási ez a játék, és viccen kívül. És ezt mondtam, hogy Febiden, Smitty J ellen 1v1-be semmit nem tudott volna csinálni. Szerintem meghalt egy néző. Annyira megörült ennek a baronnasornak, hogy... Szóval azt mondom, hogy Febiden, Smitty J ellen 1v1-be nem biztos, hogy jól jött volna ki. Még az az egy szerencsé, hogy már volt szerepje, amit ki is emeltem pont az előtt, mert hogy ezt bőven azt is el kellett használni, úgyhogy egyébként hárman voltak lenni és próbálták megállítani szegény Swain-t. Sikerült ez a megállítás, de neki már 10 jelzője van a korokpálcáján, van már neki Zonya homokórája is, és Knight pedig nem sokára meg fogja vásárolni majd a félholt csapást. Ez mindenképpen jót tesz Viktornak, illetve az ő sebzésének, illetve még a torony ellen is elég jókat fog majd ütögetni. Draktár árny pengéjét vásárolja közben második tárgyként Jhin, azaz Sunstar, míg Mikael tégejével rendelkezik már Hustlin. Ő nem a varázssebzés elleni Iron Solari medáját vásárolta meg, hanem úgy döntött, hogy Gemsu, Febiven és Yellowstar ellen érdemes inkább egy olyan tárgyat vásárolni, amivel megmenthetek valakit a csapatomból. Eddig én úgy gondolom, hogy ez bevált. Lassacskán már a 8000 arany felé közelítünk, 7000 és még egy nehány az, amennyivel már vezetni tud a Giants, és ez a három torony lemaradás az bizony fájdalmas, illetve itt, hogyha valaki belefut egy meglepetésbe. Hustlin buborék börtönet talál, ki is megy a kombó, úram, atyám! Szevasz Reckless! Halál négy felvonásban sajnos túlságosan kis ható távolsággal rendelkezik. Mekkora legyen, hát a félpályán lőjön át? Hát már majdnem ahhoz, hogy megöljék Reckless-t, ahhoz túlságosan kicsi volt, de nem kell telhetetlennek lenni. Ettől függetlenül megy, gyógyítás, villanás, kiment közés, és rengeteg sok minden kiment, így van, Reckless is villan, gyógyított, tényleg nagyon komoly volt ez a kezdeményezés, ami ugye úgy zajlott, hogy megnézzük, hát ha talál valakire a buborékbört. És talált. És Knight is későn reagált, de azért reagált. Reagált mindenképpen, ugye kiment neki is a kombója, az alsó ösvényen pedig elhozzák az inhibitort védőtornyot a 25. percben a Giants-esek. Nincsen már kettes szintű torony, nincsen már semmi olyan védelem a pályán, ami nem a bázison lenne, méghozzá a Fnatic bázisán. Knight most már elhozza magának ezt a kék erősítést. Ugye Smitty J az, aki nagyon örülne még egy kék erősítésnek, neki ez kifejezetten hasznos, sőt, talán az egyik leghasznosabb erősítés
köszönhetően annak, hogy a hollók serege alatt, ha neked van egy kéked, az mindenképpen egy olyan előnynek számít, amit mások is természetesen ki tudnak használni, de ő talán még jobban. Szegény vörös pengecsőr nagyon nehezen akar meghalni. Spirit azért még rásújt egyet, hogy biztosítsa a pengecsőr áldását, tehát, hogy ki tudjon takarítani egy-két örszemet, ezt meg is teszi, ezt mondjuk anélkül is látná Spirit, de volt, hiszem, volt egy olyan is, én úgy emlékszem, hogy volt egy olyan örszem is, amit anélkül nem látott volna, maximum, hogyha váltott volna már talizmánt, és azzal ki tudná szedni, de ezt még nem tette meg. Látókövet sem vásárolt. Reckless is azért eléggé király ezzel a 300-as farmal, én úgy gondolom, tőle viszont valami hasonlót várunk. Tehát Reckless és Sven az, aki folyamatosan farmolás nagyon jól tudja tolni, és nem véletlen, hogy tényleg Sivirrel ez megy is nekik. Spirit berohan, aztán pedig kirohan, végig csobban a Balatonban, ami kifejezetten egészségtelen. Smitty J az első sorban Febiben, nem! Egy lövést talál, de Viktor végül befejezi Reckless, illetve Febiben is meghal, Spirit is 27 perc alatt a Giants rádől a Fnaticre, Yellow Star is elmenekül, Gamsu, nesze ott van egy szikla, rágjátok azt, nem, nekünk a bázis kell, nekünk a Nexusotok kell, és Kicsignár, letépjük az arcot, hogyha közelebb jössz. Ez tényleg az óriások összecsapása volt. Mind a kétszer győzelmet ért nekik az idézők szurdokában mutatott teljesítmény. A mostani viszont... Sokokujék nem volt. Örülnek! Nem! Sokokujék nagyon nem örülnek! Jöjjön, hogy kész, én ezt nem hiszem el, azt se tudom, mit csinált. De igen, az egyik Songoku az alapvetően... Nem, mert én azt mondtam, hogy 27 perc alatt egyszerűen a Giants... Hát... lejátszotta a Fnaticet. Azt kell, hogy mondjam, hogy lejátszotta a Fnaticet. Az előzőben nem volt ennyire maga... Jó, az előzőben is egyébként végig magabiztos volt a Giants, de sokkal óvatosabbak voltak, sokkal... hogy is mondjam... Ilyen tapogatóztak, hogy így, na, lehet itt még erre menni? Na jó, akkor itt is még egy kicsit csináljuk meg, itt is biztosítsuk be magunknak mindent. Most nem. Most mentek előre. Jó, oké, áldozzuk fel gyorsan Spirit J-t, addig elhozzuk a baronnasort. Meg volt a taktika, meg volt az, hogy kinek merre kell mennie, és egy, én úgy gondolom, hogy egy nagyon gyors mérkőzésen, nagyon magabiztosan, egyszerűen lejátszották és kijátszották a Fnatic mind csapat összeállítását, mind egyes-egyes játékosait is. Abszolút egyet kell értsek azzal, hogy a Fnatic a teljes mértékben megérdemelten bukta el ezt a mérkőzést. Olyan lendületet mutatott Nexlore rögtön a játék elején, amit a Fnatic adott oda neki. Tehát az, hogy Spirit bement a dzsungelbe, hát az... miután a gyorsítását elhasználta. Ugye azt tudni kell, hogyha egy dzsungeles szörnyet lesújtasz, egyszer adja meg a sújtásból adódó bónuszt. Miért nem sújtott Spirit? Nem kellett volna elhozni a összeder hátat. Volt sújtása. Volt sújtása. Abszolút tehát, volt. Tehát ez az ő hibája volt. Mit csinált cserébe? Ugye Rek'Sai sújtott, megkapta a bónusz életerőt, és mivel a összeder hát ráadásul még Olafot ütötte, a gyilkosság az övé kellett, hogy legyen. Az volt alapvetően a vicces, hogy Spirit kivárt. Spirit azt akarta, hogy jó, várjunk egy kicsit, várjuk, míg lesebzi Maxlort a vörös szederhát. Majd, amikor már fél életem volt Maxlort, akkor befutott, ledobált az összes baltáit, meg minden, és egyszerűen pillanat alatt lesújtotta Maxlort azt a vörös szederhátat, és ez tökéletesen jól jött ki neki, ugyanis ebből kapott ugye plusz életet, és Spirit, amint meglátta a sújtást, én gondolom, hogy akkor jutott eszébe, vagy akkor, nem tudom, mondta, hogy... Hoppá, lehet rossz irányba jöttem, akkor forduljunk meg is. De akkor már mindegy volt. Hiába egy alapról beszélünk, akinek a passzívja tökéletes szineriában van a csökkent életerő mennyiséggel. Azt ugye még gyorsan bejelentem ismételten, hogy itt a Magyar LOL TV csatornáján a mérkőzést követően majd egy kis pihenőt tartunk, de Darcig, illetve jó maga minden a stúdióból, Pierce otthonról, illetve lehet, hogy majd Buci is csatlakozik hozzánk, attól függ, hogy hogy alakul az esti programja. Bár ez a grimasz az arcán azt mutatta, hogy nem biztos, szerintem. Minden esetre térünk vissza a Giants és a Fnatic összecsapására. A Giants, ahogy te magad is mondtad, nagyon meggyőző teljesítményt mutat mostanában, és hogy a nagyobb csapatokkal szemben is abszolút de partiban volt végig. A mostani meccsen pedig egy olyan agresszív,
és domináns játékstílus tudtak mutatni, amely győzelmet ért. Mi kellett hozzá? Kellett hozzá egy fantasztikus Rexa-indítás, kellett hozzá az a tömegirányító képességláncolat, amit tudtak kivitelezni. Ez így van. Az emberek. És rengeteg mérkőzés amúgy a 6.10-es patch óta, rengeteg mérkőzés ezen megy el, hogy egy csapat elhoz egy ilyen láncolatot, és tudja is alkalmazni. Nem volt erre megfelelő reakciója a Fnaticnek. Hát egyébként lehetett volna megfelelő reakciója, mármint úgy gondolom, hogy, hogy egy Ragnarök, illetve egy Ragnarökös olasz, aha, aki igen. Azt mondja, hogy CC lánc, vagy CC lock, ez a, és akkor jól a fiú visszakérdezi, hogy mi? Micsoda? CC? Nem érdekel az ilyen semmi, megy előre, beleveri a baltát a kettőt a fejedbe minimum. Hát nem, nem. Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy jó a, az a... az a igaz dicsőséges Olaf. Eddig kettő darab ilyet sikerült nekem közvetítenem, és egyik se volt meggyőző. Akkor ez a te hibád. Ami biztos, hogy ugye csak akkor szabad ilyen igaz dicsőséges Olafot venni, amikor magabiztosan előre tudsz venni, mert az igaz dicsőség nem ad neked ellenállást. Életerőt ad, megfelelő mozgási sebességet ad, amikor dolgozod le a távolságot közted és az ellenfél hősei között, de ehhez ugye kell idő, tehát mint első befejezett tárgy, én is felelőtlenségnek tartom. Full első, sőt, tehát hogy még a Barázs elmúlott sem fejezte be, tehát nem volt még olyan szintű plusz életeleje, ami legalább a dzsungeles kiegészítésből érkezhetett volna. Úgyhogy nem tudom, de ugyanez volt a bajom egyébként még korábban a Maokai féle. Tehát ők az kb. Egy hétig még, vagy talán egy-két ember még úgy megvásárolt, aztán rájöttek, hogy ne, ezzel nem, ezt most úgy nagyon nem. És akkor inkább rájöttek arra, hogy akkor a full tank Maokai az, ami igazából működik, vagy legalábbis működött. Vagy hogyha valaki nagyon beindult, akkor egy koroppárcája talán az, ami még úgy jól jöhetett volna rá. Illetve ténylegesen az volt a bajom, ami egyébként pontosan a végén meg is mutatkozott az utolsó csapat küzdelembe, hogy Febiben kire fog ráugrani. Tehát kit fog ki fókuszálni? Itt van, nézd meg. Maxor visszamegy, lemegy a föld alá, földobja a Spiritet, és a földobás alatt egyébként még bőven tudott sújtani, tehát hogy nagyon esélyesen volt. Aztán rögtön ugye pirossal, kékkel megtűzdelve Maxlor jöhet, lassítás már bőven ott van. Megint csak a feldobás, illetve még ugye a kifárasztás, amit most éppen Maxlor kap meg. Nem, nagyon jól megindult ezzel a Rexájjal, és rettentő sokat segített a Giants korai játékának. Ugye pont azt mondta Amazing is, az Orihennek a dzsungelese, hogy gyakorlatilag azzal, hogy Maxor megkapta a vörös szeder háterősítést és az első gyilkosságot, lement középre Febivenhez, akinek nem volt rálátása az adott régióra, viszont már megvolt hármas szintű Maxor plusz a vörös szeder hát, és ott volt a kifárasztás Viktoron, ami hihetetlen jól működött itt, és Febiven ugye későn is reagált, mert nem volt rálátása, megvolt még egy gyilkosság, és amikor pedig már a felső ösvényre vonult, az egyértelműen, ahogy Amazing mondta, egyfajta tiszteletlenség volt Maxtorral szemben, hogy nem készült fel arra, hogy van egy 2-0-0-as Rek'Sai, aki és meg tud téged büntetni. Mi is mondjuk azt, hogy nézd meg Maxlor, 2-0-0, itt van ez a Rek'Sai, abszolút beindult, és nem, és mind Reckless, mind Yellow Star abszolút nem is számított, és nem is nagyon gondolta, hogy még a középső ösvényes rajtaütés után még majd akkor ő följön a felső ösvényre is, és egyébként a játéknak az embere, vagy legalábbis a legértékesebb játékos az nem más, mint Sunstar. Hát azért szétsznájpolta az agyát jóformán ezen a mérkőzésen is. Nagyon jó volt ez a Jhin, én úgy gondolom, gyönyörű szép volt ez a kettős gyilkosság a Fnaticnek az északi dzsungelébe, tehát még az se jött egyébként össze olyan szinten a Fnatic részéről, hogy jó, van itt egy bárd, aki egy szűk helyen tök jól fog tudni téged kábítgatni, főleg, hogyha falhoz talál. Ott van egy gnár, aki szintén majd a szűk helyeken szép fog téged szedni. Aha, nem. Mert jóformán már mire eljutottak volna oda, hogy ezt a kezdeményezést és ezt a csapatharcot megjátsszák, egyszerűen egyrészt távolról lelettek lőve Viktor és Jhin, tehát Knight és Sunstar által, illetve volt ott ténylegesen egy beindult Rek'Sai, aki kellően korán tudott úgy tankossá válni, hogy
tankos is volt, és sebzés is volt benne. Persze. És Sonstárnak az összes csapatküzdelemben annyi volt a szerepe az elején, hogy elnyomott egy kivirágzást, ezzel valakit helyhez kötött, és onnantól kezdve így van halál 4 felvonásban. Nem csoda, hogy nulla halála van, mert ki maximalizálta a gymben rejlő lehetőséget, hogy szétsebezd az agyadat, segítsd a csapatküzdelmet a lekötéssel, és közben ne tudják kihasználni azt, hogy te egy immobilis, falábú, kirúgott színész vagy, hanem távolról. Tényleg, simán, és ugye pont nem véletlenül lehet az még, első. Még a visszajátszások előtt akartam ugye erre kitérni, amit a meccsen is mondtam, hogy egyszerűen Febivennek ugye őt kellett volna valahogy likvidálni. Egyrészt soha nem fog tudni valószínűleg az a Rhines odaérni, hogy csak ha nem valami teleporta a hátulról meglepi Sonstart, és akkor majd meg tudja ölni, de egyébként sem Viktorhoz, sem Jeanhez nem tudott odajutni. Az a Rhines, mások pedig nem volt jó célpont neki. Láttuk, hogy egyszer ráugrott Smitty J-re, hát majdnem ott hagyta a fogát. Aztán utána az utolsó csapatküzdelemben szintén ráugrott Smitty J-re, aki benyomta a hollók seregét, azt mondta, hogy Zonya homokóra, és már is nem volt egyrészt sebezhető, másrészt ő folyamatosan gyógyult utána, mert ott volt körülötte mindenki jóformán a Fnatic-től, és ez bőven elég idő volt, tehát kvázi a felső ösvényes Swain azzal a homokórával plusz a 10 jelzős koroppálcájával egy kvázi off-tank volt, ha lehet így mondani. Ő volt az off-tank, aki beugrott, elnyomta minden területi sebzését, meg magát gyógyította, és azt mondta, jó, akkor Zonya homokóra. Utána rágyújtott egy hollóra, és a többiek pedig folyamatosan sebezték, akik megmaradtak a holló közül. Smitty J játéka, hogy mindenkét alkalommal zseniális volt, úgy érzem. Nagyon jól kihasználta a Swainben rejlő lehetőségeket. És ez hozzájárul a Giants győzelméhez, és ezt nem győzem kihangsúlyozni, hogy minden karakterben van egy bizonyos potenciál mennyiség, amit a csapat még föl tud erősíteni, egyfajta szinergiával ezt még többé lehet tenni, hiszen a közös játék az több, mint az egyéni játékok összessége, és ezt a Giants tökéletesen kihasználta. Smitty J off tank, többen kellenek, hogy kinyírják őket. Hát ezen röhögtünk, amikor Febiben teleportált, és simán elsétált ugye a Nami mellett. Menjél kész, ússzál Ari elé, megyek tovább, és elkapom majd azt a hollót. Viszont nem tudták befejezni, és jött a baronnasor hívás egyből. Sőt, ott ugye még Rexá is olyan lazán átsúnyult a Febi. Tehát, hogy Febiben Rhines-a, ott Max Lord egyébként pillanatok alatt ki tudták volna szedni. Egyrészt lett volna bőven elég lekötés, lett volna bármi más, egyrészt picit lehetett volna hátráltatni a dzsungeles mozgást, másrészt lehetett volna hozni még egy gyilkosságot, de nem, nekik Smitty J kellett, erre viszont rettentő sok embert és időt áldoztak, mert amíg ők kinyírták Smitty J-t az alsó ösvényen, ha minden igaz, még talán, ha jól emlékszem, akkor indult fel a Giants a baronnasorhoz, és 4 emberrel elhozták a baronnasort. Pippak? Ja, hogy ti ott lenn vagytok? Na megölitek a Smitty J-t, aki a hollók seregével még kitartja magát egy darabig. Akkor baronnasort, köszi. És Smitty J már annyit mondott csak, hogy megérte. És kész. És nagyon sok erőforrást áldozott fel a Fnatic. Ami a mostani mérkőzésen igazából csak kétszer volt nagyon-nagyon feltűnő, de hát az előző meccsen folyamatosan azt hallottam, hogy Pierce és Darcyk is mindig azt emelik ki, hogy megint három ember érkezik Smitty J-re. Erre való az a Swain. Ja, hogy nem lesz olyan jó a KD, ja, hogy meghal és nem hoz egy gyilkosságokat. Egy ilyen kaszingos taktika, ugye ő tavaly az előző évadban azért törült annyira, amikor ő tereje volt a indertlátó őrszemeknek, és lehetett pakolni őket abszolút nyugodtan, mert 5 másodpercet elveszel egy játékostól. Itt 3 játékostól veszel 5, 6, 10 másodpercet, ha beleszámítjuk azt is, hogy ugye a pályán azt a pontot meg kell közelíteni, ahol Swain van, megérte. Abszolút, és ezért zónázni is mindenképpen tud ez a karakter, tehát nem véletlen az, hogy bizonyos emberek ellen, bizonyos meccseken ott van igenis a tiltó listán az a Swain, mert nem lehet odaadni valakinek. Például egy Betsynek nem nagyon lehet odaadni egy Swain-t, de azért ténylegesen a felső ösvényre is, nem csak Európában, hanem Amerikában is vannak már kifejezetten ember ellen érkező Swain tiltások. Mert láttunk már olyat is egyébként, például akár tegnapi nap, hogy az a Swain mennyire gusztustalan lett például egy középső ösvényre szellemarccal.
hasonló módon, mint nagy testvéréhez, Vladimirhez mérten a gusztustalanság ne továbbjai voltak, mert hogy nem tudtad megölni, hát bármit csináltál, egyszerűen visszagyógyította magát, és ott állsz, hogy jó, de akkor most mi van? Miért? Tehát, ütlek én, de hát olyan, mint hogyha azzal, hogy ütnélek, azzal gyógyulsz. És így kb. Tehát, hogy így, nem tudom, ez olyan, amikor nekimész, nem tudom, a 600 tüskevértes üzére, nem tudom, Rammusnak, mint volt ez a valamilyen, ez a Draven, gép. Tehát ez pont olyan volt, hogy, vagy pont olyan érzés lehet egy Vladimirt vagy egy Sveint ütni, hogy így, mi az így nem van már. Ügy, de édes vagy, próbáld sebezni, még sikerül is, nem baj. Próbáld újra, gyakorlatilag egyfajta jószívű hősökről van szó, mert mindig adnak még egy kis lehetőséget, hogy növeld a hősökre kiosztott sebzés mennyiségedet, és így a végső statisztikákban jobban szerepelj. Még egyszer gyorsan elmondom, mielőtt rátérünk a mai nap végső elemzésére és az 5. hét utolsó átbeszélésére, hogy a mérkőzéseket követően lesz egy gyors stream újraindításunk, Tomer kérésére, csók innen is. Ezt követően pedig Darcig és jómagam beülünk ide a stúdióba, nem mint eddig nem itt ülnénk, és League of Legends-zel fogjuk szórakoztatni a társaságot, Pierce pedig otthonról csatlakozik majd, ha egyszer a vityilójába hazaér, előbb-utóbb ez is megtörténik. Viszont akkor 5. hét, Európa, 2. nap, kezdünk egy Unicorns of Love Schalke mérkőzéssel, ugye ezek már újra játszott meccsek, tehát pont az első hét első napján már találkoztak így, akkor a Schalke tudott 2-0-ra győzedelmeskedni a Unicorns of Love-val szemben. Történt a változás ezen a héten az elmúlt négy héthez képest? Buci, mit gondolsz? Én úgy gondolom, hogy igen. Ugyanis most már eljutott a Unicorns of Love arra a szintre, ez még mindig én úgy gondolom, hogy nem a top, vagy nem a legmagasabb szint, vagy legalábbis nem az a tudás, amivel egyébként ők rendelkeznek, de odáig már eljutott, hogy az első meccseket általában magabiztosan elhozzák. És ez már sokkal jobb, mint az elmúlt pár héten, amikor 0-2-re folyamatosan kikaptak, és még már az első meccsen sem lehetett azt mondani, hogy hát jó, de megtettek mindent, és nem rajtuk múlt, meg tud, nem, ott olyan mérkőzéseket játszottak, ahol nem túlságosan sok esélyük volt. Most már odáig eljutottak, hogy az első mérkőzéseket full magabiztosan, gyönyörű szép játékkal el tudják hozni. A másodikra pedig egyrészt szokott lenni az ellenfélnek reakciója, egy-egy olyan tiltással, amivel jóformán teljesen megzavarják a Unicorns of Love felállását, játékosait. Másrészt azért néha kérdéses nagyon, én úgy gondolom X-Zájnak is, tudom, hogy ez a te kedvenc témád, én is megkérdőjelezem azt a LeBlanc választást, lehet, hogy valami más hőssel, bemondom, hogy jobb lenne, de más kialakítása lenne úgy a csapatnak. És ebben van a hangsúly. És LeBlanc akkor jó, amit mondjuk Perks a második G2-s meccsen játszott, hát ott megőrült, hát LeBlanc ment előre, és akkor jó LeBlanc, hogyha nem tudom, az első negyedik perctől a 24.-30. percig folyamatosan gyilkolsz és gyilkosságokat hozol. Mert nyomást gyakorolsz, mert kapsz egy lendületet, és nagyon veszélyes tényezővé válsz, nem csak akkor, amikor a teljes bombokombódat ki tudod adni. Amit én úgy gondolom, hogy feltétlen hozzá szeretnék ehhez a mérkőzéshez tenni, az egy ilyen kis bulvár dolog, hogy nem véletlenül kiírta Unicorns of Love is a Twitterre, hogy negyedik héten 2-0-ra kikapunk, pontosan 0-2-re kikapunk, az ötödik héten elhozunk 2 döntetlen, akkor a 6. hét 2 győzelemmel fog zárulni? Nem tudjuk. Záruljon. Hogy ez hogy lesz? Így van, záruljon, mert még minden esélye megvan a Unicorns of Love-nak, de még az Orihennek is, és igazából bárkinek, hogy még akár az első helyre is fölmenjen, mert a 3 pont az nagyon sok, ami jár egy győzelemért. Abszolút. És nem is nagyon tudnak amúgy most már győzelmeket elhozni a csapatok egymással szemben, ellentétben ugye a 3. héttel, ahol talán a 10 mérkőzésből 8-2-0-val zárult. Azért ma is volt egy 2 darab győzelmünk. Ugye a másik streamen az H2K Rocket szintén egy döntetlennel zárult, vissza tudta hozni az H2K kvázi a sírból azt a mérkőzést, mert az első meccset a Rocket nyerte, a másodikat az H2K, így egy 1-1-es döntetlent hoztak el. A második mérkőzés pedig a 2-es streamen, amiről nem volt magyar közvetítés, az pedig a Splice és a Vitality összecsapása volt, ahol a Splice
Én úgy gondolom, hogy kifejezetten ügyesen és nagyon nagy erővel dobta be magát a tegnapi mérkőzések után, és a Vitality-nél nem tudom mi lehet. Abszolút azt tudom mondani, én a Vitality-t abszolút kedveltem, mert nagyon szép játékot mutattak a tavaszi évad során. Most viszont azt tudom mondani, hogy igazi föld nélküli parasztok vessenek magukra, mert nem képesek normális csapatösszeállításokat elhozni. Nem az elméleti síkon levő elképzeléssel van a gond, hanem a gyakorlati megvalósítással. Kabosard óriásit mutatott a tavaszi évadban, egy Lucion felső ösvénnyel. Wow! Nagyon kemény volt. Kabosard a legdominánsabb felső ösvényes volt a tavaszi évad során. Wow! Hol van Kabosard? Hát nem tud megfelelően kibontakozni, mert a Vitality részéről mindig vannak valamilyen kis aprócska problémák. Nem hiszem azt, hogy itt az egyéni teljesítményekkel akkora nagy probléma lenne, mert egy Cussing nem fog eltűnni egyik évadról a másikra. A csapat szinten van apró cseprő probléma, ami végül óriásivá növi ki magát. Hát, vagy lehetem egyébként visszatérve, bocsánat, de lehet, hogy egyébként az egyéni szintekkel is baj van. Lehet, abszolút. Tehát úgy értem, hogy az egyéni szintekkel, hogy nem biztos, hogy véletlen az, hogy most elkezdik cserélgetni a dzsungeles játékosokat, ugye Mighty Mackóból jött bizony visszasuk, tehát ugye visszatér a csapatához. Én úgy gondolom, hogy Polis még mindig pont azért, mert ő is, mivel koreai származású, még nehéz a kommunikációnak a kialakítása, és a tegyük fel mindent pillanatok alatt megértése. Kábosár közel nem olyan erős és annyira megállíthatatlan, mint az az Olaf, amivel például első mérkőzésen jött és megállították, tehát hogy most ma volt egy Olafja, ilyen hibrid sebző és tank és ilyen éppen, hogy csak úgy valami Olaf, hát meg lehetett állítani. Spirittel beszélgethetnének, úgy érzem, leülhetnének egy kávéra. Körülbelül, lehet, hogy majd leülnek, illetve én egyébként Cussing teljesítményét is, bármennyire is ügyesen játszik, valahogy tavaly, tavasszal, illetve még egy évvel ezelőtt nyáron magabiztosabbnak tűnt, vagy legalábbis magabiztosabbnak gondoltam. Pont arról viccelődtünk tegnap Darciggal, hogy Cussing akkor is, ha kikap, meg hogyha éppen rommá verik, akkor is mosolyog és jó ízűt nevet ezen a dolgon. Lehet, hogy ez nem elég. Kicsit sírjál akkor is, akkor hát ha jön valami változtatás, vagy nem tudom, hogy változás. Igen, és körülbelül így, hogy hát veszhetünk, és így, jó, hát akkor hazaviszem a baranna sorpárnámat, aztán nem Mind tudom, most szundizok egyet. Szóval vagy nagyon szimpatikus ember, de lehet, hogy a Vitality-re kéne egy nagy csapat felmosás, és valami, hogy felrázzák. Hát az egy győzelem, 6 döntetlen és 3 vereség, az úgy érzem lassan odáig fajulhat, hogy hát a, nem tudom, a Vitality drukkerek azok megúsztatják a Dunánőket betoncsizmába, mert nem éppenséggel kielégítő a teljesítmény. Van hová fejlődni, lehet ezt is mondani. Cussing biztos ezt mondaná, gyerekek, van hová fejlődni, legalább tudunk még javítani ez a teljesítményen. Itt tudod, mit írtak ki, hogy 60. perc. Miért, kedves Tanatos? Mert egy G2 Orihen összecsapás volt, amit több volt, mint 60 perc, de ez volt az első mérkőzés, és úgy gondolom, az Orihen amúgy az első meccset elhúzta, viszont a másodikon amúgy szépen játszott, csak... De csak a G2-t szerintem pont annyira felhúzták 68 perc alatt, mármint az első mérkőzésen, hogy a G2 leült a székbe, és azt mondták, hogy jó, oké, akkor most rommá verjük az Orihent, vagy legalábbis, ha nem is rommá verjük, de... Egyszerűen meg kell, hogy nyerjük ezt a mérkőzést. Itt van Amazing egyébként, aki végig ott volt, mármint ha elemzői asztalnál kint. Az a baj, hogy az első meccsnek az első 35 perce olyan szép volt, és annyira azt mondtam volna, hogy na, Orihen, ha itt most befejezed, azt mondom, hogy taps, király, szép játék, átgondolt játék, okos játék. És utána még fél órán keresztül azt, hogy nem lehet befejezni, és nem tudták, és én ezt megértem, már, hogy nem már, tudták már befejezni. Hallottam, már hallom a fülembe az Illuminati konfilm dolgokat, ugye érkezik a Siege mód a League of Legends-be, és ezért folyamatosan, hát mekkora reklám neki, most is a 67 perc alatt, a 80 perc alatt is, ha tudtad volna fejleszteni azokat a kis ostromgépeket, akkor bedőlt volna. Az biztos, de hogy egyszerűen nem tudtak mit csinálni, és
ez a szomorú, tehát, hogy a G2-nak ez volt az erőssége, hogy nem adták föl. Ők betonbiztos védelmet építettek ki, mind ugye Perks Zillian-jével, mind Sivirrel a 900, nem tudom, 40 halahányos farmjával, ami megint csak új rekord. Világrekord. Világrekord méghozzá. Tehát, hogy illete ott volt ugye Karma, Rek'Sai nagyon szépen tudott folyamatosan tankolni, amikor éppen Megagnár formában volt a felső ösvény, akkor ő is tudott szépen, akkor itt nagyon jól védekeztek, és tényleg kockázatos lett volna beugrani, vagy beindulni. De hogy látszotta az Orihenen, hogy egyszerűen nem is akarnak, vagy nem is mernek. Túlságosan félelmetes volt ez az egész G2 felállás ahhoz, hogy ezt mutassanak. Itt van közben, hogy hogy áll jelenleg a tabella. Látjuk 20. jól, hogy 20 ponttal a G2 eSports vezet, és a Fnatic van még olyan pozícióban, ugye, ami hát egyből elődöntős helyet ér a rájátszásnál. Szóval három pont van közöttük, úgyhogy a Fnaticnek azon kell szurkolnia, főleg úgy, hogy most ők kikaptak, hogy... Hát ha a G2 is belefut valami hasonlóba, mert csak elfenekelte az van, Orien, és bele lehet futni ilyenekbe, kérdezzük csak az H2K-t, aki a harmadik helyen áll, de ott van a nyomában a Schalke. Ott van a nyomában a Schalke, akinek nagyon kellett ez a mostani döntetlen amúgy. Mert illetve, hogyha Fnatic most nyert volna a Giants ellen, akkor ugye döntetlen a helyzet lenne most. Az első helyen persze az egymás elleni küzdelem dönt akkor is, vagy legalábbis az befolyásolja a pontokat is. Tehát második ugye, második a Fnatic, és akkor utána érkeznek majd a többiek szépen sorjában. Ez pedig leesett. Dehogy is. Ja nem, dehogy is. Inkább ide leszem. Szóval Giants, Orihen, tehát végül ugye ez egy-egy lett, ez a második mérkőzésünk ma. Hát azért megmutatta a G2, bocsánat, G2 Orihen, megmutatta a G2, hogy azért nem véletlen az első hely, azért a második mérkőzésen összeszedték magukat, még egy 68 perc után is. Majd végül jött a, hát lehet sokak számára meglepetés, én pedig egy egy-egyre tippeltem volna, tehát én azt mondtam volna mai nap, a Giants Fnatic ez egy 1-1-es mérkőzés lesz. Tehát ilyen szinten picit nekem is meglepetés, hogy a Giants a második mérkőzésen is hát konkrétan lejátszotta a Fnatic-et. Ezt sajnos nem lehet eltagadni, vagy letagadni. Abszolút, vagy sem el, se le, se föl. Közben látjuk, hogy összességében melyik játékosok kapták az eddigi legtöbb player of the game statisztikát. Ott van Kabosard, és ugye hát Girius Giancos Nightis. Van hat döntetlenjük, tehát azért egy döntetlenben az első elhozott mérkőzésen lehetett nagyon jót, jó. Persze. És csak az a plusz, az hiányzik ahhoz, hogy hát a Vitality ne szenvedjen, ha se a tabellán, se a játék közben. Trick azért megérdemelten csinálja, megérdemelten kapja meg amúgy ezt a Player of the Game statisztikát Spirit is, viszont mind a ketten amúgy el tudnak tűnni. Tehát, hogy Spirit is, érted, hát 5 darab Player of the Game-et, és akkor így ülsz a mostani második Giants Fnatic mérkőzésen, és figyelj, valaki másul a gép előtt, vagy leszedálták szegényt, vagy mi volt? Tehát, hogy ki tudja, mi volt az ingyen sütibe, amit osztogattak a Giants játékosai. Anyu főzte, kocstold meg, finom lesz. Lehet, nem kellett volna beleharapni. Egyébként tegnap emelted ki, hogy mennyire örülsz, hogy a nézőst téren, ugye az első sorokban idősebb korosztály is részt vesz. Én úgy gondolom egyébként, ez lehet, hogy a játékosok szülei. Tehát, hogy azért nem egyszer volt már olyan, hogy Febiben anyuka, Febiben papuka, apuka oda ment, és akkor ott szurkoltak már nekik. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy mama, papa, gyertek el, nézzetek meg, vagy hozzátok el a haverokat, majd utána elmegyünk egy lebújba, tehát, hogy ha nyertünk, ha nem, akkor meg azért. Tehát, hogy simán elképzelem azt, hogy meghívják egy mérkőzésre az őseket. És akkor Spirit azért volt rossz, mert anyukája szólt, hogy kihúzza a netet, ha nem jön el 5 perc múlva, vagy mi? Nem, az GBM. Ő most azért rossz, mert neki lehet, hogy betelefonált Amerikában, nem tudom, Koreából anyukája, hogy látom, kisfiam, rossz vagy, kihúzom a netet. Tehát, hogy azóta még rosszabb szegényként. Képzeld, hogy nyertünk nem, a TSM mellett. És a matekrackét, azzal mi van? Igen, nem véletlenül nem költözött még oda GBM-hez az anyukája. Na jó, nem, anyukákat nagyon szeretjük. Igen. Viszont
Buci, nézzünk rá gyorsan a jövő hétre. Pontosabban inkább azt adjuk a holnapi napra. Észak-amerikai LCS kezdődik 21:00-tól, azaz este 9 órától. Ugye az NLCS 5. hetinek második napjával fogunk kezdeni, mert van ma hajnalban 2-től és reggel 5-től egy-egy mérkőzés, amit sajnálatos módon nem fogunk kommentálni. Ezt rátok bízom, hogy vajon miért nem fogunk itt hajnalozni. A lényeg, hogy az Energy Esports és Counter-Logy Gaming mérkőzéssel kezdünk 9-kor, ami ugyan a Counter-Logy Gaming eléggé árnyéka önmagának, nem az MSI-on mutatott. Pont azért lesz nagyon érdekes, hogy ki fog nyerni. Én úgy gondolom, hogy mind az Energy, mind a Counter-Logy Gaming eléggé botladozik ebben az alapszakaszban, és konkrétan ezért lesz nekem nagyon-nagyon érdekes, hogy most ezen az összecsapáson ki fog nyerni. Az Immortals pedig akár még megfoghatja majd az Apex is, ami meg a második mérkőzés lesz, és ott BO3 van, tehát nincsen döntetlen, nem kényelmesedhetnek el ám az amcsi srácok. Majdnem azt mondom, a srácok, lányok, de hogy nincsen. De még lehet. Még lehet, persze. Még lehet, így van. Túlságosan maszkulin jelen pillanatban is ez a sport. Mondjuk nem kell ránézni Hulk arrajára, amikor a maszkulinitásról beszélünk. Minden esetre Immortals, Apex és ugye Energy Esports, Counter-Logy Gaming lesz a holnapi nap 2 BO3-as szériája. Úgy gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz. Ne felejtsétek el, hogy vasárnap is este 9-től ugyanúgy van NLCS. Nem állunk meg senki kedvéért. Na jó, hogyha az internet szolgáltató megint megviccel minket, akkor kénytelenek leszünk. Jó, de hát az... Ez egy ritka minta fehér holló. Humor erről, persze. Viszont, hát drága hölgyek és urak, köszönjük szépen, hogy az Európai LCS 5. hetét végigkövettétek velünk. Mint ahogy elmondtam most már nem egyszer, az észak-amerikai, azaz NA LCS-szel jövünk holnap este 9-től, illetve vasárnap este 9-től. Pierce, Buci, és még egy kedves ritka vendégünk is lesz, aki hát olyan, mint a napfogyatkozás, ritkán látjuk, de akkor nagyon szeretjük. Ez nem más lesz, mint Nono. Ő jön még el hozzánk a holnapi este folyamán, ha minden jól megy. És Jordi. Igen. És hát tartsatok velünk, mi viszont most lelőjük a streamet, utána gyorsan visszaadjuk magunknak majd a képet, mert jön egy kis magyar LoL TV-s League of Legends, Darcig is jön maga minden a stúdióból, Pierce pedig otthonról csatlakozik, Buci pedig lehet, hogy előbb-utóbb beesik majd közénk, mármint az adás során, tehát, hogy ezt így kell csinálni. Meglátjuk, hogy alakul. Hosszú este lehet még a mai, akár tartsatok velünk akkor is. Sziasztok! Hello!